Az élettartam hosszabbodásával a modern társadalmakban, így Magyarországon is egyre több az idős ember. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint 100 aktív korú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeire 32 idős korú jut. Nyíregyházan is egyre több a 60 év feletti, a nyugdíjasok száma is évről évre nő. 17 ezer körül van az idős vagy nyugdíjas embereknek a száma, úgyhogy van emberanyag bőven, tehát a különböző problémákkal, bajokkal. Nekünk ezt kell felderíteni, hogy milyen problémákkal küzdenek ezek az idős emberek, és találni megoldást lehetőség szerint a problémáikra. Az idősek világnapja alkalmából rendezett megyei és városi rendezvényen Nyíregyháza alpolgármestere kiemelte, igyekeznek támogatni, segíteni az időseket. Jászai Menyhért hozzátette, ha kell, digitális segélyhívót vagy épp ingyenes kikapcsolódási sportolási lehetőséget biztosítanak a Mozdulj Nyíregyháza című rendezvényen belül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke az ünnepségen azt mondta, a hála, a köszönet jut eszünkbe, ha az idősekre gondolunk. Ahogy az ember idősödik és remélhetőleg bölcsebbé is válik, sokunkkal azért ez előfordul, akkor másképp viszonyul az élethez és az életnek a nagy kérdéseihez. Tudja, hogy az az élet, ami számára adatott, az nem mindenre elég, és egyre jobban kezdi értékelni azt az időt, amit a gyermekeivel, az unokáival, majd a unokáival tölthet együtt. Én is ezt tudom önöknek kívánni, hogy közösségben, családjaik körében töltsék el idejüket és napjaikat, és hát ebben nagyon nagy szerepet játszanak azok az egyesületek, amelyek felvállalják ezeket a közösségteremtő funkciókat, és megyeszerte nagyon aktívan, nagyon szépen működnek. A megyei és városi rendezvényen nyíregyházi óvodások körtánccal kedveskedtek az időseknek.